A belügyminisztérium idén júniusban ismét meghirdette a szociális tűzifa programot, amelyre tavalyhoz hasonlóan 5 milliárd forintot fordított a kormány. A pályázatra az 5000 főnél kevesebb lakosszámláló települések regisztrálhattak. Az önkormányzatok ennek segítségével 2-3 hónapra elegendő tüzelőanyaggal látják el a rászorulókat. Szavazhatnánk Bereg megyében 33 ezer köbméter, Hajdú-Bihar megyében mintegy 10 ezer köbméter igény merült fel az önkormányzatok részére. Ez majd 1 milliárd forint értékű tűzifát jelent egyébként a térségben. Ebből az igényből a Nyíregyháza ZRT mintegy 34 ezer köbmétert szolgál ki a két megyében. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében egy 25 ezer köbmétert. És hát a cégünk mai nap kb. Felét a mennyiségnek már kiszolgálta, tehát nagyon sok önkormányzat időben jelentkezett az igényel, és a kiszolgálása megtörtént. Ebbe a kategóriába tartozik a mintegy 3000 lelket számláló levelek is, amely a program 2011-es indulása óta minden évben sikeresen pályázott. A község polgármestere elmondta, 8 millió forint értékben minden eddiginél nagyobb mennyiségű faállományt sikerült ezúttal vásárolniuk. 415 köbméter száraz akác, illetve vadmegy és vadcseresznye tűzifa érkezett be már hozzánk a Nyírerdő támogatásával, a Nyírerdő szállította be. A szállítási költség még a 8 millió forint fölött kb. 1,5 millió forint volt, tehát közel 10 millió forintot költött eddig már az önkormányzat a szociális tűzifára. Ezt a továbbiakban úgy fogjuk kiosztani, hogy a képviselőtestület fog egy döntést hozni, a szociális rendeletét azt szerint módosítja, hogy hogyan kívánja ezt a szociális tűzifát majd kiosztani a rászorulók között. Ami a rászorultság gazdasági részét illeti, szociális tűzifára jogosult lehet az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, illetve egyedül élő vagy gyermekét egyedül nemelő esetén havi jövedelme kevesebb, mint az öregségi nyugdíj 250%-a. Borsodi László úgy fogalmazott, az elmúlt évekhez viszonyítva a tapasztalatok azt mutatják, leveleken ma már többen dolgoznak a közfoglalkoztatáson kívüli munkahelyeken, ami szerinte a rászorulók számában is tetten érhető. A korábbi években 250-300 családot érintett, a leveleki 800 családból a szociális tűzifa, de tapasztaltuk, hogy az elmúlt években már folyamatosan javuló gazdasági helyzet okán egyre kevesebb család kerül bele igazán a szociális rászorultsági helyzetbe, ezért ebben az évben úgy számolunk, hogy kb. 200-250 családnak tudunk majd szociális tűzifát juttatni. A magyar kormány 2011-ben indította el a programot, mostanáig pedig mintegy 1 millió köbméter tűzifával látták el az önkormányzatokat. A támogatási összeg azóta rendszeresen nőtt, idén csak nem 6-szorosa volt a 8 évvel ezelőttinek, ez idő alatt pedig 17 milliárd forintot fordított erre a célra az állam.